Kedves jövőbeli madarás Gergely, ezt a videót azért készítem neked, hogyha szeretnéd az Electrive-ról lementeni a beállításokat, meg a szokmódot, meg minden szírszar fosadékot, oda, akkor ne kelljen szívnod az, hogy mindent újra el kelljen olvasni. Tehát, elsőképp, ugyebár szükségünk lesz nekünk arra a programra, amit úgy hívnak, hogy... amit most bezártam, de nem is probléma, MIDI aux. És abba amellé kell feltelepíteni a MIDI joke, ha jól mondom, programot, jó-e? Ez egy fantasztikus program, ez fogja lementeni nekünk itt mindenféle SIS, vagy SIX, vagy mi a rák töke formátumban nekünk az adatokat. No, az első, amit érdemes, nagyon-nagyon-nagyon fontos, amikor le akarjuk szedni az adatot a gépre, akkor az out ligba kell a kábel innyét beledugni, mert az fogja itt szépen becsorgatni ott az adatot. Így vissza. Na! A kedves szám, vagy a grooveboxon pedig az alábbi beállításokat kell csinálni. Nosza! Be kell menni a globál módba. Kezdjük a legtetejéről. Az off az azt jelenti, hogy nem lehet írni bele mindenféle hülyeséget, de ezt én nem szoktam buzerálni, úgy tűnik, hogy ez sokat nem változtat sem azon, hogy lementem-e vagy visszaállítom-e az adatokat. Megyünk a következőre. Int. Akkor kell az int, amikor nyilván a adatot át visszamásoljuk a grooveboxra. Abban az esetben, ha először nyilván le akarunk menteni, akkor az ext nevezetű beállítás kell nekünk oda átmenni. Ez a MIDI channel, hát én 16-ra szoktam rakni, az a legnagyobb, a fene tudja, hogy ez miért fontos, de azért biztonság kedvéért minden adatot kapjon meg. A B2-t nem szoktuk buzerálni, én nem buzerálom. Itt ez a PCE, ugye gondolom a PCE az már benne van a nevében, itt több verzió van, van ilyen, meg ilyen, meg ilyen, meg ezek ilyen csatornák. Azt mondták nekem, hogy mindegyik legyen nullán, az azt jelenti, hogy az összes sáv nyitott, akkor egész biztos, hogy át fog menni minden. Kurva jó. Na, itt nem is kell több mindent beállítani, az a lényeg, hogy globálan legyünk, és ezek meg legyenek. Na, jön a MIDI aux. A MIDI aux-nál azt kell csinálnunk, hogy itt van egy ilyen kis kék Select MIDI Device to Open nevezetű fickánd. Én itt az In From MIDI Joke 1-et, meg az MPU 401-et mondtam itt neki, hogy örüljön ennek, inputnak. Outputnak meg az MPU 401-et, hogy ez pontosan mi a rákos lófasz jelent, nem tudom, de így működött az egész, tök jól átvett mindent, meg vissza is állított. Itt nem buzeráltam semmit, hanem azt mondtam neki, oké. És akkor itt hirtelen kér egy Open MIDI Input, meg egyéb hasonló dolgok, aminek nagyon-nagyon-nagyon tudunk örülni. Itt van ez a zöld DisplayPort Activity Monitor. Ezt megnyomja az ember, és akkor ott látszik, hogy ott plüttyög egy zöld cucc. Mutatja ezt az MPU 401-et, meg Outport. Tehát valószínűleg azt használja, örüljünk neki, tapsoljunk, nem buzeráljuk ezt. A következő dolgot kell tennünk, azt mondjuk, hogy File, nem, bocs, View, és itt van a SysX nevezetű fül. Iz, rámegyünk. Itt is van egy SysX nevezetű fül. És van itt egy olyan, hogy receive manual dump, lógeci, még egy valamit kihagytunk, jaj, majdnem kihagytam, jaj. Szintén a SysX-be kell menni, igen, azt hiszem. A konfigur, bocs, igen, konfigurje. Tehát jó felé mentünk, a SysX-be bemegyünk, ott a view-ban, és ott is van egy SysX, és ott egy konfigure. Itt van egy nagyon fontos low level input buffers. A size meg numerikus, ezt én nem bántottam, mert nekünk azt mondták, az okosok, hogy a low level output buffers kell a size-at 64-re, a numot 512-re. Itt az auto adjust via token buffer delays, ezt én kiszedtem, token tudja, delay between buffers 24, az kell, és akkor ez be volt alapból pipálva, ez a delay after F7, itt nem buzeráltam semmit. Az a lényeg 64, 512 és itt a delaynél 24. Okéka. Örülünk, mint halál. No. SysX-be megyünk, receive manual dump, mondjuk magunknak, akkor azt mondja, hogy mentés másképpen. Nekem itt van egy olyan próba megen, ez egy ilyen próba fájl, és azt mondjuk neki, hogy oké,
szeretnénk-e felülírni, tök mindegy, igen. És ő azt mondja, hogy ő most várja az adatot, mert ő a jó fej. Na, akkor kell azt csinálni ezen a kis kedves ketyerén a leírások szerint a shiftet nyomni, és a shift lenyomást a tartása közben meg kell nyomni az F15-öt, amit most kicsit nehézkes a fényképező miatt, de megteszem. Megnyomtam, elengedtem, minden villog, jaj, de okos. És azt mondja ez a ketyere, hogy PT a pattern a, ugyebár a Globox-ban A, B, C, D bank, és hát van egy globál beállítás, és a globál beállítás az pontosan nem tudom mit jelent, de örülünk annak is. Az a lényeg, hogy de sajnos nem lehet egyben az egészet leszedni, és nem lehet az sem, hogy, patternenként leszedni, hanem bankonként lehet csak leszedni az infókat, tehát A, B, C, D bankot lehet, és csak úgy lehet visszaállítani. Patternenként sajnos nem lehet, ez a rock'n'roll. És akkor itt lehet állítgatni, hogy B-t akarunk, C-t akarunk, D-t akarunk, vagy songmód, igen, a songmódot is mindenképpen le kell. Az érdemes, mert akkor az állítja nekünk össze, hogy a patternek hogy következnek egymás után, és hogy lesz belőlük dal. És a globál, ezt nem tudom pontosan, de azt is érdemes lementeni. Kezdjük az A-val, és akkor ezt a procedúrát, amit most már csinálni fogunk, ezt mindig meg kell csinálni minden egyes banknál. Megnyomjuk újra a 15-t, villag a play, ugye? És akkor ezt a play-t megnyomjuk, akkor elkezd majd itt forogni csúva. Forog, és ott meg, mint a kis anya szed az információk, te adja durván. De tényleg? Na, szedi mind a golyó. Ez jól el van. Ideig, attól függ, hogy mennyi adatot raktunk rá. Jól van. Na és akkor azután, hogyha ez megvan, akkor csináljunk egy olyan próbát, hogy az egyik patternből, az A bank egyik patternjéből kiszedünk valamit, elmentjük, tehát úgy értve, hogy mondjuk egy dobot letörlünk valamelyik patternből, úgy elmentjük, és akkor a visszaállítást megmutatom, és akkor abból kiderül, hogy valóban visszaállította a dolgokat, tehát amikor visszarakja, akkor a dobnak ugyanúgy kell hallatszódnia, mint amilyen letöröltük is, és a többi, és a többi. Ez most azt mutatja nekünk, hogy hopsz, köszönjük szépen, megvan itt a sok-sok adat, és azt mondjuk, hogy köszönjük, megvan, done, oké. A jelek szerint, ide bemegyünk, itt a próba megen, és itt egy szép 129 a megás six fájlunk van. Ha szeretnénk lementeni a bank B-t, C-t és többit, akkor átmegyünk ide a B-re, és azt mondjuk neki, hogy bocsánat, nem, akkor visszajön még egyszer ide. Azt mondjuk a Sysx Receive. Akkor ennek adunk egy másik nevet, hogy nehogy véletlen rávegyük az A-ra. Mondjuk ez legyen a, mit tudom, a 2, de ott elnevezhetjük akárminek. Ő szintén várja az infókat, visszamegyünk itt, átmegyünk gondolom a B-re. Szedegeti. Gondolom most a B-t fogja leszedni. Szedi, mint a kis angyal. Onnan derülhet ki, hogy esetleg véletlenül megint az át vagy a B-t másolta le, tehát hogyha megegyezik a két lementett fájlnak a méret, akkor valószínűleg itt az egészet előről kell kezdeni, és úgy kell a B-t és mindent külön ismét lementeni. De hogyha különbözik a méret, akkor valószínűleg az azért van, mert a B-ben más, vagy több, vagy kevesebb adat van. Az A-ban is akkor abból látszik, hogy akkor nem kell 600 elrézni, csak elég neki mindig megadni, hogy akkor most melyiket szeretnénk leszedni. Na, ezt kipróbáljuk. Értelem, aha, gyanús, 129.031, anyána. Hát, ettek ugyanaz. Jó, hát akkor viszont azt kell csinálni, hogyha B-t le akarjuk menteni, stoppoljuk az egészet a videós fráz karikába, és akkor PC-e, és akkor azt mondjuk, hogy még egyszer Shift 15, itt van a B, azt mondjuk neki, hogy kedves Midiox, legyél szíves nekem ezt lementeni. Akkor a próba megen, vagy akármilyen vizére várja az adatokat, és akkor most a B-t fogja lementeni. F15 megint felkészül, villog a play, megnyomjuk, adatokat átvisszük. És akkor most kiderül, hogy mi van, mert úgy látszik, akkor a procedúrát mindig előről kell kezdeni, mindenféle bankoknál, külön-külön, akárhol, szongmód, akár a globál, vagy bárhol. Ez eddig úgy tűnik. A B-ben elvileg nincs olyan veszedelmesen sok dolog, de aztán az kiderül. És akkor utána a visszaállítás következik nem sokára, remélhetőleg.
aktívan pörög. Nyomatja, nyomatja, nyomatja. Igen, sok cucc van rajta, akkor egy kicsit elszámoltam. Jó. Hát ez fura, mert itt most megint azt a kettő. Ezt nem értem. Na mindegy. Shift 15 PCB. Ó, elbasztam. De itt most valamit elkezdett megint csinálni, most lehet, hogy közben fickent aztat. Azt mondja, hogy kész van. A jelek szerint ennek más a mérete. De akkor csináljuk meg még egyszer most úgy, hogy konkrétan beállítjuk azt, hogy próba meg en, mit tudom én, legyen 3. Szíveskedjék azt. Shift 15 és a C bankot mutatjuk. F10, vagy igen, 15-öt nyomunk neki. Pillog. Megy oda. Most akkor tehát megint elkezdi a próba meg en 3-ra átmenni a C-ről. Marha kíváncsi vagyok, hogy most akkor hogy lesz ez az adat dolog. De remélem, hogy jól nyomja. Elvileg szabályosan jártunk el. Igen, 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 nagyon darál, nagyon darál. Hinnye, hunnye, de mennyire darál. Egész sok cucc van. Szín, igen, mondjuk ott nagyon-nagyon sok mindent elhalmoztam. És nem is csodálkoznék, ha nagyobb lenne, mint az A-nak a mérete, mert ott aztán van minden színre szóval egy helyen. Igen. Hát, megbaszhatom, tök ugyanaz a méret. Jó, hát akkor csinálunk majd ott is egy próbát, most az a lényeg, hogy jó, hát akkor pattern C, akkor viszont a következő ahhoz, hogy visszaállítsuk a dolgot, most megnézzük azt, hogy átmenjünk a patternben, és mint a 17-ben előszeretettel szoktam kitörölni a dobot. Van ez a dob. És akkor azt mondjuk neki, hogy shift, lift, part, szíveskedjet kitörölni a dobokat. Ugye most nem szól a dob. És így el is mentem, így konkrétan. Másik pattern, visszamegyek ellenőrzésképpen. Nincs benne. Jaj, de jó. Mondjuk mi, és akkor azt mondjuk, hogy átmegyünk mondjuk a C. Ezt nem bántjuk, mert ez jó. Ezt sem bántjuk. Ebből kiszedjük a dobokat. Jó, clear part. És akkor marad csak a dob. Ezzel nem fogunk meghalni. Jó. Tehát az A17 és a C13-ban nincs dob. A jelek szerint. Jó. Örülünk. A következő dolgot kell tenni, kihozni az outból az int, és az inbe, feltéve, hogy eléri, reméljük eléri, kicsit forgatunk a cuccon. Az anyád mindenit. Egy kézzel igen nehéz, inkább így beforgatom. Ez
Szóval az ínbe berakjuk az autót. Volt egy ismerősöm, aki azt mondta, hogy mind a kettővel legyen egyszerre bedugva, és akkor nem lehet probléma. Megvallom őszintén, nekem akkor olyan dolgokat produkált a gépezet, hogy megijedtem, és ezért inkább úgy voltam bele, hogy jó, jó, akkor ezt inkább ezt hagyjuk, ezt ez bukás, bukás. Na, itt az a lényeg, érdek szerint, hogy a globálban visszamegyünk, a csatornák meg vannak nyitva, 62-16 szokásos, így itt az internára állítanám, mert az azt jelenti, hogy akkor a bejövés az jöhet, az offot nem bántjuk, örülünk, jó van, ezért jó. És akkor azt tudjuk mondani a MIDI pitchnek, a MIDI aux-nak, hogy legyen szíves, send sysx file, és akkor azt mondjuk, hogy a próba megen 3-at rakja már oda föl. Ennyit kell tenni, tehát nem is kell semmi sem nyomkodni, hanem magában a programban ez a send sysx file, és úgy látszik, hogy megtalálja a csatornát, majd tekezett nyomulni. Na, ha minden jól megy, az azt jelenti, hogy a C13-as patternet ismét lesz dolga. Ez azt jelenti, hogy visszaállította a dolgokat. Most az egészet nem merném letörölni, mert azért elég bukó lenne pár hónap munkáját csak úgy kockáztatni, de szerintem ez eléggé jó bizonyíték arra, hogy akkor működik a szerkentyű. Tehát visszaállítani könnyebb nyilván a dolgot, mint leszedni, de ha ezeket betartjuk, akkor szerintem ez rendben van. És a lényeg az, hogy akkor minden bankot A, B, C, D, a szongmódot és a globált, hogyha lementi az ember, akkor abból vissza lehet állítgatni bizonyos dolgokat. Jó, és akkor pattern módon vagyunk. És kérem, ott a dob. Nem mondom én. Jó, viszont akkor most átrombolunk az A17-re. Szíveskedjél oda menni. Itt aztán nincsen dob, itt aztán nincs dob. Na, visszamegyünk akkor megint a globál, internál, gyere befelé, hangocska, és akkor azt mondjuk, hogy kármes program, szíveskedjél nekem szendelni a sysx próba megen fájt, ami valószínűleg az A-bank 17-esét fogja rendbe tenni nekünk, tehát mi is minden adatot visszarak, és akkor valószínűleg örülni fogunk. Jó? Ez a történet lényege. Még gyorsan akkor megpróbálom lementegetni az összes csuda cuccost, amit lehetséges, és akkor ezzel szerintem egész kielégítően el van magyarázva, hogy mi a történet, meg mi a metódus. Remélem, hogy jó sokáig ki fog még tartani ez a ketyere, mert azért ez azért mégiscsak jó lenne. És amit lement itt az ember, az sajnos más típusú Grooveboxoknál nem lehet használni, nem lehet visszatölteni, mert más a rendszere, tehát csak erre lehet ugyanígy visszatölteni. Azt lehet csinálni, hogy vannak állítólag olyan PC-s SYX, vagy SYX, nem tudom mi a frász karikának nevezik programok, amikben lehet ezeket a fájlokat rendezgetni, meg optimalizálni más hangszerekre, meg belenyúlni a MIDI-be, és akkor mit tudom én, még ott külön szerkesztünk, tehát nem magán a Grooveboxon, hanem magán a gépezeten. Teljesen ott van a dobja, kérem. Ennél jobban nem is lehetne. Tehát ez azt jelenti, hogy konkrétan működik a dolog. Na, akkor ennek örömére gyorsan mentegetünk. Méghozzá az alábbi dolgot, igen, kihúzzuk. Bedobjuk. Így, globál mód X, ugye? Igen. Off, tök mindegy, 16 csatorna, B2, PC-e, borzasztóan boldogok vagyunk. És akkor itt akkor megmondjuk neki, hogy szíveskedjél, receive manuál, és akkor azt mondjuk, hogy bank A. Bank A. Sysx. Miért sysx? És akkor azt mondjuk, hogy shift 15 rutinosan, ára beállítjuk, 15 pillog, akkor úgy tűnik, hogy igazság szerint a file méret az teljesen tök mindegy, mert tudom én, nem tudom miért, azt hittem, hogy függ az adattól, lementi, és akkor ezt így mindenben elmentjük, és akkor én azt fogom csinálni, hogy meg
úgy nevezem át a könyvtárat, amiből lementettem, hogy ott legyen a dátum, hogy mikor, és akkor így lehet követni, hogy melyik a legfrissebb, régebbi, esetleg mit tartalmazott, milyen patterneket, és akkor így lehet játszani ezen a dologban. Sajnos az tényleg szomorú, hogy patterneket nem lehet ide-oda pakolgatni, mert nagyon jókat lehetne mixelgetni azzal, nagyon sok adatot lehetne mozgatni. De hát, és akkor kész a 129.031 szokásos kis bank. Ezt akkor teljesen felesleges kitöröljük. És akkor azt mondjuk neki, hogy köszönjük a lehetőséget, kedves barátaink. B következik. Receive manuál. Igen. Itt csak a B-t kell átnyomni. Nagy B-re. Mentés. Shift. Shift 15, B-re van állítva, 15, így, villog a play, teszi át. Annak idején, amikor vettem ezt a MIDI kábelt, akkor azt hittem, hogy ez nekem nem kell majd, mert egy ősrégi Yamahához használtam, aztán azt eladtam, aztán az összes olyan dolog, ami ilyen MIDI-s vagy akármi PC-s zeneszerkesztős ketyere volt, amikkel találkoztam, azok mind USB-n keresztül kommunikáltak, csatlakoztak, vitték át az adatot, és gondoltam, hogy ezt valahogy elpasszolom, de senkinek nem kellett. Most valószínűleg ez volt a mákom, mert felpasszolom, akkor meg a fene tudja, akkor nem tudom, hogy szedem le az adatot. Ez a szerencsétlen Korg EM1, ez konkrétan csak is kizárólag MIDI kábellel tud kommunikálni. Az összes többi, ezek ilyen bemenetek, sztereókábel, fülhallgató, de az mono sajnos csak egysávos. És az összes többi, az energia, meg a bekapcsoló gomb és a többiek, azt mondja, hogy kész van. Jó, örülünk. Receive. Igen. Adunk neki egy C betűt. Egy jó nagy C-t. Itt megnyomom a stoppot, hogy teljesen kimenjen, akkor frissítse magát a gondolatmenetét. Shift 15, továbbra is C-re megyünk. Megnyomjuk a C-t, és megnyomjuk a villogó play-t, veszi, mint a kis anyja. Na, és akkor ez így CD, szung és globális, akkor minden teljesen funky lesz. Jaj, de szépen csorog, jaj, de szépen csorog. Jó lesz. Igen, bizony a cél, az bizony az tele van. Mondjuk ahhoz képest ugyanannyit mutattam, mindegy. Nekem aztán édes minden. Sex receive manual, nem? És akkor egy D-t mondom neki. Van D. Stoppoljuk, és akkor megint shift 15. Szépeskedj a D-t megenni. Hogy megint 192-nél fog megállni, vagy 129. Ez azért nekem valahol mégiscsak gyanús, mert mindjárt kiderítjük, hogy mi a répa. Receive, és azt mondjuk, hogy bank megvan, és akkor szongolunk egyet. Kérdezik, mit szól a szongmódhoz, shift 15. De kisebb kellene, hogy legyen, mert azért mi... Aha, igen. 9, 4, 7, 8. Jó. 9, 7, 8.
És akkor még egy globált mentünk neki. Shift 15, szóval globál. Ez olyan gyorsan meg is csinálta, hogy már nem is látszódott. Lehet. Azt mondja, nullázzuk SysX. A globálba belerakjuk még egyszer, hát az valami. Igen, Shift 15, 15, villogó play. Shift 15, 15 play, 125, jó. Hát akkor elvileg ez történt. És még egy próbát teszek egyébként, mert valami azért kicsit fura nekem, per bank, 2, B2, mentés, és akkor azt fogom csinálni, hogy ezt teljesen ranulázom. PCL jó, Shift 15, 15, bank. Veszi az adatokat, és akkor, hogyha szintén 129-nél megáll, vagy a fene tudja hol, akkor az az a történet. Hogy akkor... megáll, akkor meg tudom én, akkor úgy látszik, hogy a területet veszi le, nem az adatot. Ja, ugyanaz történik. Hát jó, nekem mindegy, végül is visszaállította. Na mindegy, akkor ez a lényeg a történetnek, ezt kell csinálni, és akkor örülünk, mint az állat. Oké, na, csoki, cső!